Kedves agatók, én többször mondtam, nem rossz indulattal szóltam, amikor ezeket mondtam, hogy a Biblia önmagában nem ér semmit. A Biblia nagyon fontos. Nekem is nagyon fontos. Olvasom, amikor a lélek úgy indít, amikor van időm, és amikor tehetem. De viszont a Biblia önmagában nem üdvözít. Arra is felhívtuk a figyelmet barátaimmal, több alkalommal, hogy a világban jelen van egyfajta Biblia bálványozás és Biblia bálványoztatás. Az emberek a Bibliát bálványozzák, és azt hívják Isten szavának. Azt mondják egy könyvre, a könyvben található bizonyságokra és történetekre, hogy az Isten szava. Persze, miután az ember ezt jól bemantrázta magának, már nem tudja elhinni, vagy nem tudja megérteni a lényeget, mert ez volt szajkózva az ő fejébe. Én nem tud másképp gondolkodni, mert ha másképp gondolkodna, akkor ő bűnös volna. Be van írva az ő elméjébe, hogyha ő bármit megkérdőjelez, vagy bármit úgymond lélek által próbál gondolni, vagy látni, akkor ő bűnös ember, el fog kárhozni, vagy ugye rosszabb esetben ráolvassák az ilyen szemére, hogy szent lélek káromló, és el fogja veszíteni az üdvösségét. De viszont, többször mondtam ezt is, hogy a Biblia maga cáfolja azt, hogy a Biblia Isten szava. Tehát a Biblia nem arról tesz bizonyságot, hogy a Biblia Isten szava, hanem a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy az Isten szava, az élő Isten szava, az nem más, mint Jézus Krisztus. Azért nem mondom azt, hogy Jézus tanításai, mert Jézusnak a tanítása, vagyis Istennek a szava nem csupán a Jézus beszéde volt, nem csupán az ő példabeszédei és tanításai, hanem azok a tanítások és kedves hallgatók, amelyek úgymond nem verbálisan hangzottak el, vagy láttak napvilágot, hanem az ő kezei által, az ő élete által, az ő viselkedése által, az ő bátorsága által, az ő hatalma által. Tehát minden által, ami ő volt, kedves hallgatók. Tehát a Biblia maga mondja, hát éppen nem mondja azt, hogy a Biblia az nem Isten szava, a Biblia nem mondja ezt, hogy ő nem Isten szava, hanem ő maga mondja, ő meghatározza egyértelműen, kijelenti, hogy az Úristen szava, ugye a János evangélium ezzel kezdődik, az nem más, mint Jézus, aki nem csupán az ajkaival, hanem a cselekedeteivel, a tetteivel, a bátorságával, a hatalmával, a gyógyító erejével, a feltámadás erejével megmutatta, megtanította az embereknek, hogy valójában mi Isten szava. Tehát az ő teljes élete, az ő beszédei és az ő teljes jelleme, az úgy együtt véve, amit a legtöbb ember nem is ismer, nem ismert meg személyesen, az Isten szava. Ez itt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám személyesen, gyertek, beszélgessünk, gyere, zörgetek az ajtódon, és hogyha megnyitod az ajtót, akkor bejövök, és veled vacsorálok, mennyire meghitt, mennyire romantikus, kedves hallgatók, mennyire romantikus, hogy vacsorázni akar, és sőt, még ő hozza az eledelt is, kedves hallgatók. Nem kell félni, hogy most voltál a Kauflandba, és hamar el fog fogyni az étel, mert jött Jézus, ugye, és felfal mindent nálad. Nem, ő hozza az ételt is. Akik ezt megtapasztalták már, ők tudják, hogy ő nem üres kézzel jött, hanem hozott nagyon sok eledelt. Azok számára, akik beengedték őt az ő életükbe, az ő értelmükbe, az ő szívükbe. Tehát ugye leszögeztük, hogy a Biblia nem Isten szava, hanem a Biblia, mint ahogy többször mondtuk már, az Isten tervéről, az Isten szaváról, az ő kijelentéséről, az élet rendjéről, az élet törvényeiről tett bizonyságok összessége. Ez a Biblia. Ez a Biblia. És ez a szó, úgymond, ez a bizonysággyűjtemény nyilván a Jézus tanításai és az ő élete által csúcsosodik ki, tehát teljesedik ki, jut teljességre. Na most akkor térjünk át a tájra. Jézus átment a gadaraiak földjére. És ott volt ugye egy ilyen, a sírboltokban egy megszállott, egy holdkóros, egy gadarénus. Egyik leírásban 2 volt, a másikban 1 van. Teljesen mindegy, nem ez a lényeg, hanem a lényeg a tanítás számunkra, a lényeg az, hogy megértsük a lényeget. Ez a lényeg. Tehát Jézus meggyógyítja az egy gadarénust. Ugye ő holdkoros volt, ma feltétlenül a bolondok házába zárták volna őt. Régebb nem volt bolondok háza. És ezért ugye a bolondok, vagy az ilyen holdkorosok sírboltokban laktak, meg kicsit távol a társadalomtól, ugye a közösségtől. De viszont nappal bementek az emberek közé, és ottan bohóckodtak, meg bementek a szentmiségre is, és a papot utánozták, meg ilyen dolgokkal foglalkoztak az ilyen gadarénusok. Tehát ilyen megszállottak voltak. Tele volt a fejük mindennel, pontosan, mint a mai megszállottaknak, ördöngősnek nevezték őket, mint ahogy, mert nagyon sok minden volt az ő fejükben, ők sok mindent hallottak, sok prédikációt hallottak, sok minden, sok zagyvaság volt az ő fejükben, ami ugye nyilván keveredett az ő elméjükben, az ő értelmükben. És ekképp ilyen skizofrén állapotba kerülve, ugye hát utánozták a papokat, a politikai vezetőket, meg ilyenekkel foglalkoztak ők, a megszállottak, ezek a gadarai megszállottak az akkori időkben. Legalábbis ezt mondja a George Lamza, egy olyan személy, aki ott lakott, és tudja, hogy azon a helyen mi volt a szokás, és mi még mindig a szokás egyébként. És szépen elmondja, hogy ugye Szíriában ez így történt. Na hát a lényeg az, hogy Jézus találkozott a gadarai megszállottal, a holdkorossal, ugye, a bolonddal, és feltetőleg nem üvöltözött rá, hogy mit takarodjál ki belőle, meg mit tudom én, mit csináljál, hanem odament, és ő teljesen másképp viszonyult hozzá, mint ahogy az emberek viszonyultak hozzá, mint ahogy hozzád is, hozzám is, és mindannyiunkhoz viszonyult Jézus. Szeretettel és nem megvetéssel. Feltetőleg szóba állt vele kedvesen, és a szeretetek az erejével megnyitotta az igazság útját az ő szíve és az Úristen szíve között, ha úgy tetszik. És megtisztította ezt az embert. Mert az igazság jelenlétében, kedves hallgató, minden hazugságnak menekülnie kell. Jézus nem tett mást, mint kijelentette az igazságot az Úristentől, az evangéliumot. Lélek által szólt, mint ahogy őt tudjuk, hogy ő mindig úgy szólt, lélek által. És a megszállott, a gadarénus, amikor szembesült az igazság fényében, a szeretet, a Jézusnak a szeretete által szembesült az ő gyarlóságaival, az ő hazugságaival, az ő őrültségével, ő hálával fogadta ezt. Érteti? Tehát persze Jézusnak a beszédéhez, mint ahogy tudjuk, társult nagy mértékben az Úristen ereje, az ő megváltó ereje. Ott nem csak filozófia volt, duma, meg logikai érvek, hanem hatalmas erő volt, kedves barátom. Hatalmas erő volt, mint ahogy mondja az evangélista. És ahogy mondták az emberek, hogy hát ott voltunk, hallottuk, de hát az igazság az, hogy nem úgy beszélt, mint egy írástudó, nem úgy beszélt, mint Attila a Kiáltó Szóról, nem úgy beszélt, mint egy filozófus, mint egy ilyen okoskodó ember, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Tehát Jézus az igazságot szólta, de nem ilyen teológiai módon, meg ilyen érvekkel, meg nem így szólt az igazságot, hanem óriási erővel és hatalommal szólt azt. Tehát a gadarénus nem csupán a szavakat hallotta, Jézus szavait, hanem ízlelte és érezte az ő erejében, az ő csontjaiban érezte Istennek az erejét. És ő megszabadult. Ő hitt Jézusnak a szavának. A farizeusok, az okos emberek, ők nem hittek, de a bolond, az őrült, a holdkóros, ő hitt. Kedves hallgatók, ennyi a különbség az okos ember, az okoskodó, az a túl intelligens, a túl képzett, a túl diplomázott ember, és egy bolond között, az őrült között, a holdkoros között. Ő hallotta Jézusnak a szavait, érezte az erőt az ő szívében, de hitt is annak. Örömmel fogadta, tárt karokkal fogadta, és mi történt? Megszabadult. Helyreálltak az ő fejében ott a szálak szépen, a rövidzálatot ki volt javítva, meg minden körülbelül, és meggyógyult. És akkora hála volt, akkora lelkesedés volt benne, ebben a szerencsétlenben, hogy azt mondta, Mester, követlek! Ő nem várta, hogy Jézus 200-szor hívja egymásnattan zörgesen az ő ajtóján, hogy te, bejönnék hozzád, hozom az életet. Az örök életet nem kell, jaj, nem. Most éppen ne zavarj, most Facebookozok, ez most nagyon fontos, ezt el kell olvassam, ezt meg kell osszam az embertársaimmal. Ő nem ezt mondta, nem utasította vissza Jézust, hanem örömmel fogadta, és azt mondta, hogy követlek, Mester, merre mész? Mert jövök utánad, mert tudom, hogy az élet szava van nálad. Ezt csinálta Gadarénus, a megszállott. A társadalomnak a szemete, ő volt a szemét, a társadalomnak a szutyka. De ő hallotta az igazságot, és örömmel fogadta, és megszabadult. Gyermekké vált. És ott van biztos a mindenható Istennek az országában. Persze ez idáig is egy hatalmas tanítás, kedves hallgatók. Szerintem itt, akinek van igazság, szeretet és igazság, éhség és gyermetegség, itt mindenki hallja, és mindenki érzi, hogy még a bolond is, az őrült, aki a bolondok házában van mostan, még ő is közelebb van Isten országához, mint te, meg én, a hiper-szuperintelligens ember, a túlképzett ember, aki lediplomáztál, mit tudom én, pszichológiából, filozófiából, matematikából, kémiából, biológiából és mindenből. Doktoráltál és Nobel-díjas lettél. De még a bolondok mind hiába való, azt mondja Salamon, hogy te, fiúk, lányok, én megkaptam mindent. Én megkaptam minden földi bölcsességet, de rá kellett jöjjek így öregkoromra, hogy minden hiába valóság. Elég lett volna nekem az, hogy én gyermek legyek, gyermek maradjak életem végéig, és nem azzal foglalkoztam, üldöztem a bölcsességet. Tehát még a bolond is, nem csak a gyermek, hanem a bolond, az őrült, a pszichopata, ugye, még ő is közelebb volt Isten országához, mint a farizeusok, az okos emberek, az intelligens, az értelmes emberek, a világ szemében értelmes emberek. Ezt mondja Jézus, hogy közelebb vannak ők, a gyermekek, mert az igazság, amiben élet van, nem nagy képűség, nem kevésség, nem tekintély és nem diploma, hanem élet van abban. Nem az emberek dicsérete, hanem élet, Istennek a dicsérete. Az a tudomány, az közelebb van a holdkorosokhoz, a gyermekekhez, az együgyűekhez, a lelki szegényekhez, a szegényekhez, a megtört szívűekhez, mint a gazdagokhoz, akik ráadásul még agyban is annyira gazdagok, hogy oda már nem tud bemenni Isten sehogy sem, mert tele van az agy. Trigonometriával, analízissel, DNS-ekkel, RNS-ekkel, kromoszómákkal, fényévekkel, UFO-kkal és mindennel tele van az agy. Na, oda nem tud bemenni Isten, nincs ahogy. Mert foglalt a ház. Foglalt a ház teljes mértékben, nem tud bemenni oda Isten. Hoppá! Na, szinte sikerült. Lapozzunk, menjünk tovább. Mert ez még mindig a bevezető. Nézem, hogy közben milyen szomszédaink vannak. Lehet, hogy még medvét is fogunk látni felvétel közben. Lapozzunk. Miután a Gadarénus meggyógyult, akkora örömmel fogadta az igazságot, az örömhírt, Isten országának az örömhírét, hogy azt mondta, Mester, amerre mész, arra megyek én is, követlek. És Jézus mit csinált? Elvitte őt Biblia tanfolyamra? Tehát ő a gadarínussal, talán jó esetben is feltetőleg töltött, mit tudom én, 1-2 órát, 3 órát. Megszeretgette őt, meggyógyítgatta őt, megtanítgatta őt az alapokra, a legelemibb dolgokra megtanította őt. És utána nem vitte őt Biblia tanfolyamra. A fitymáját sem vágta le, vágatta le. És nem töltötte őt meg különböző teológiai tudásokkal, nem nyomta a tórát az ő agyába, hogy mindenestől, szöröstől, bőröstől. Nem ezt tette Jézus, hanem mit tett? Azt mondta, elküldte őt, azt mondja, menj, dolgozz! Menj, dolgozz! Ha élni akarsz, akkor menj és dolgozz! Dolgozz nekem! Légy az én munkatársam! És akkora fizetséged lesz, amekkorát ember nem tud elképzelni. Egy néhány órás tanfolyam után Jézus elküldte a gadarai megszállottat dolgozni. Elküldte munkába őt. Azt mondta, hogy menjél vissza a faludba, a településre, annét származol, 10 városba, ha jól emlékszem. És mondd el mindenkinek, hogy mit tett, érted az Úristen? Mit tettem én, aki az Úr nevében jöttem? Mondd el mindenkinek, tegyél bizonságot az élő Isten hatalmáról, hatalmas erejéről. Ezt mondta a gadarai megszállottnak Jézus, aki ugye már ekkor már teljesen egészséges volt. Nem azt mondta, kövess, nem maradjál ki a sarkamból, hanem menj, az 1 talentumot, amit most kaptál tőlem, mutasd meg mindenkinek, dolgozzál vele, és meg fogom szaporítani. Nem leszek ottan veled fizikailag, hogy fogjam a kezedet, de ott lesz az én lelkem, Istennek a lelke, ott lesz veled, és megtanít téged mindenre, és elvezet minden igazságra. Te csak menj, és fektesd be az 1 talentumot, amit kaptál, azáltal, hogy meggyógyultál. Miért fontos erről beszélni, kedves barátaim? Miért fontos erről beszélni? Azért, hogy tükröt tartson nekünk a holdkóros, a társadalomnak a szemete, a legutolsó ember a világon. Tükröt tartson nekünk, hogy mit csinálunk mi? Mint a 10 leprás. Elvettük Istentől a gyógyulást, elfogadtuk azt, a vigasztalást, a bátorítást, a jókedvet. Láttuk Istennek az erejét, hatalmát megnyilvánulni. És utána, mint a 10 leprás, mint a 9 leprás, egészen pontosan, visszamentünk a világba, a világot dicsőíteni. Meggyógyultunk, új egészségünk támadt, ugye, Isten kegyelme által. Új reménységünk támadt, és azt mi visszavittük a világba. És ugyanazt csináljuk, amit korábban csináltunk, azelőtt csináltunk, hogy találkoztunk volna azzal, aki legyőzte a halált. Ugyanazt csináljuk. És még azt is csináljuk, hogy megosztunk egymással a világhálón és élőben irreleváns információkat, hallott információkat más emberektől, intézményektől, teológusoktól. Okos emberektől, akiknek elhittük, hogy okosabbak, mint mi, hogy többet tudnak, mint mi. Ezt tettük, kedves agatok. Ezt tettük, és ezt tesszük folyamatosan. És nem értjük, hogy miért nem akar bennünk megújulni az értelem, hogy miért nem jön a következő talentum. Nem tudjuk és nem értjük, hogy miért van ez. Jézus azt mondta gadarinusnak, hogy menj és mondd el mindenkinek, hogy mit tett veled az élő Isten. Mit tettem én veled az élő Isten hatalmas erejével? Menj, ezt mondd el! Ne tartsál bibliai tanfolyamot, mert nem kaptál kiképzést arról, és nem az a fontos, hanem Isten országának az evangéliuma, annak a hatalma, annak az alapja, a kőszikla, amit én neked megmutattam. Menj, és tegyél bizonyságot erről az embereknek. Képzeld el, hogy a Gadarinus felment volna a Facebookra, és megosztotta volna a karizmatikusoknak a legújabb összeesküvés elméletét. Például, hogy a pápa a Vatikánban mivel foglalkozik? Pápa a Vatikánban mivel foglalkozik? És hogy a Rockefeller, meg a Rothschild, meg a Soros György mivel foglalkoznak? És Bill Gates miből csinálja a vakcinát? Medvetapból, meg csecsemő, mit tudom én, nem tudom, ilyen mirigyekből. Ezzel foglalkozik. A Gadarinus nem ezt csinálta, kedves hallgatók, hanem azt a picike talentumot, azt a picike bizonyosságot, amit ő kapott, az élő Isten felől ő személyesen megosztotta az embertársaival. És feltetőleg sokan hitre jutottak, és Istenhez fohászkodtak, hogy ők is megismerik az ő hatalmát, az ő erejét, a bűnök bocsánatát, a megigazulás lehetőségét. Érthető, hogy mit tudunk tanulni egy holdkórostól, a legutolsó, legócskább, legkivetettebb és a legmegvetettebb embertől. Ezt tudjuk tanulni, kedves hallgatók. Észrevesszük azt, hogy mi megkaptuk a talentumot Istentől, de nem fektettük be, elástuk, és a Facebookon osztogatjuk a teológiát, az összeesküvés elméleteket Bill Gatesről, Sorosról, Rockefellerről és Rothschildról, és mindenkiről. És nem értjük azt, hogy mintha nem érezzük Istennek a jelenlétét valamiért. Nem tudjuk, hogy miért van, de nem érezzük őt. Talán meggondolta magát Isten. Nem. Ő teljesen biztos, hogy nem gondolta meg magát, kedves barátom. Teljesen biztos, hogy ő nem gondolta meg magát. Legfeljebb az történt, hogy ő mondta, hogy menj, mint a gadarinusok, menj, nézd meg, hogy számold meg, nyúljál bele a pénztárcádba, hány talentum van, menj és dolgozzál vele, oszd meg az alapokat, azt, amit kaptál tőlem, mutasd meg embertársaidnak. Hagyd az összeesküvés elméleteket. A világ végéről, az illuminátiról, a szabad kőművesekről és a szabad asztalosokról. Hagyd az összeesküvés elméleteket, menj és dolgozz, azt a picike talentumot fektesd be, és lehet örömedet abban, ahogy azt én megszaporítom számodra, örömködjél, legyél gyermek. Ne akarjál lebuktatni minden illuminátit, meg mit tudom én, szabad kőművest. Hagyjad, mert ők ahogy is elég bajban vannak. Elég nagy bajban vannak nélküled is. Nem kell őket lebuktatni. Mert azáltal, hogy hazudnak, azáltal, hogy megtévesztik embertársaikat, azáltal ők magukat lebuktatják egészen a pokol fenekéig. Nem kell nekik segíteni, nem kell segíteni nekik egyáltalán. Azt mondta az Úristen, az ítélkezés az én kezemben van, te ne azzal bajlódj, hanem menj és tegyél bizonyságot az én hatalmamról, az én jóságomról, az én szeretetemről, hogy minél többen megtapasztalhassák azt. Mondd el, hogy mit tett érted, mit tett veled a hatalmas Isten, amikor te rabságban voltál, a hazugságok rabságában voltál, a bűneid rabságában voltál. Amikor a betegség rabságában voltál, mondd el embertársaidnak szeretetteljesen, hogy mit tett veled az élő Isten. Ennyi. És legyél gyermek. A többit bízd rám, a gondviselőre. Én vagyok a te gondviselőd. Te ne aggodalmaskodj Rothschild miatt, meg Soros miatt. Na, hogy valaki félreértse, mert azt is mondták, hogy szabadkőműves vagyok én. Én sem támogatom az ő hatalmukat. Egyáltalán semmilyen szín alatt. De azt már többször elmondtam, hogy mindenki aki támogatja őket, aki támadja őket, támogatja őket. Tehát érthető? Lehet, hogy nem, mert rosszul mondtam. Tehát mindenki, aki támadja őket, mindenki, aki támadja őket, támogatja őket. Azáltal, hogy belemegy az ő játszmájukba, reakcióba lépnek az emberek az ő játszmáikkal, az ő hazugságaikkal, és ezáltal szerzik ők a mindennapi támogatást az emberektől. Azáltal, hogy te gyűlölőköt nem tudsz szabaddá válni, és nem tud őket sem szabaddá tenni, mert adod nekik a mindennapi betévő falatot magadtól, azáltal, hogy támogatod őket, reakcióba lépsz az ő játszmájukkal, mert nem akarsz reakcióba lépni az élő Istennek a játszmájával. Ennyi az egész, kedves hallgatók. Elnézést a dadogásért, a nyelvbotlásért. Őszintén remélem, hogy gyarlóságom és gyengeségeim ellenére érthető volt az, amit elmondtam, és használható volt az, amit elmondtam. És valakinek a javára válik ez, és valaki úgymond megelevenedik, vagy pedig feltámad azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!